Sziasztok, házszigetet lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennünk egy újabb DBD killeres videóban, amiben ismételten ghostface-ezni fogunk, hiszen ugye említettem a legutóbbi videóban, hogy megvettem ezt a karaktert, és nagyon tetszik, úgyhogy szeretnék is vele játszani. Úgyhogy meglátjuk, ugyanazokat az addonokat hoztam, mint az előző videóban, úgyhogy... Nice. Mi a terv? Az a terv, hogy elfut. Őt szerintem úgy relatív amire el tudjuk kapni. Majdnem összejött, neki csak közben mégse. Szóval középen javítottak, ha jól láttam. Egyébként. Aha, hallom is, hogy csinálják. Aurát nem rivirált. De, erre jött. Hello there! Lol, egy hit eltük. Azt hogy amikor nem is volt lesztalkolva nekem az adott játékos? Ez érdekes. Hát, oké. Ezért mondjuk az egy bátor dolog volt így leszedni. Begyűjtjük az invitation-t. Mész is akasztásra. Ott a fent igent azt csinálják, aha. Nice. Nem, először belerúgunk a gámbe. Aztán vagyom, hogy csinálják. Kicsit lejjebb halkítottam a játékot, hogy nektek ne legyen annyira hangos a videóban, de egyébként ez már lehet, hogy túl halk. Nem, az a fura, hogy ezt a játékos valami nem akarom utalérni. Látjátok, mennyire tartja a távolságot? Hiába futok utána? Tehát futok a gyerek után, és still nem érem utol, vágod? Most is el is vesztettem. Stalkolni kéne, de hát így... mondjuk elég nehéz. Szóval srácok, lányok, megragadnám itt az alkalmat a videóban, hiszen 93%-a a YouTube nézőimnek nincs feliratkozva rám. Úgyhogy ha te is egy vagy közülük, aki csak nézi a videót, és én nem kattintott rá a feliratkozás gombra, akkor nagyon szépen megkérlek, mindenképpen tedd meg. Köszi! Egyik gyerek, ez tényleg, tehát az a...
Mondtam, hogy ez kicsoda, aki folyamat kilométereket vár rám. Nem tudom, hogy van-e ilyen addon vagy perk, hogy alapból ilyen gyorsan fut. Szerintem nincs. Nagyon jó. Bevakítottak. Mennek a gyerekre, azt láttam. Hát bocs, ide kell ez az egy kill. Senki nem csinálja lol. Jó, most kapott boostot, már megütöttem. What? De elegem van a tébegeléseidből. Azt hogy... Nem Endurance szóval, se semmi ilyesmi. Fiad, nem érem utal a gyereket, figyeld. És itt volt az a pont, amikor annyira fejlegesített, de annyira fejlegesített az a játékos, hogy nem érdekelt, hogy ki jut ki, hányan nyitják ki a kaput, vagy mi történik, én meg akartam ölni és le akartam kempelni, amire ennyire toxik volt. Úgyhogy sorry, hogy most látni fogtok, de muszáj volt. Nem érem utal a gyereket. Felvitte. Nekem is fel kell menni, mert le akarom kempelni. Ha már leszopatott, meg letíbegelt. Na, letíbegeltél ugye? GG. Bocsi srácok, nem akartam toxik lenni meg ilyenek, de a gyerek egész meccs alatt csak tíbegelt engem, úgyhogy sok választásom nem volt. Na srácok, lányok, itt lennénk a következő mappon. Mivel a Discord szerverre valaki beírta a minap, hogy jó a videó, de túl rövid. Úgyhogy... Most tessék. Kicsit hosszabb videót veszek fel, ami nagyon jó lesz egyébként vágásnál, mert az előző rész is olyan sokáig kellett vágni, hogy fú. Leave me alone! De ezt valaki most magyarázza, hogy ez... Miért nem halt meg? Amikor full a stack-en ütöttem bele. Hol mentél ki? Jaj, még észre se vettem, hogy itt van. Nem baj, most ebbe beletesszük. Jó, ez nagyon fura hangzott. Szóval felrakjuk a fehér kampóra.
Hát ez amúgy tényleg jobban hangzott. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ilyenkor ugye a legjobban álló generátor az... ilyenkor off lesz, vagy hogy mondjam. Majdnem összejött, csak mégse. Belerúgunk egyet. Erre mentek amúgy a jó madarak. Hát ő lovas, úgyhogy ő most áldozat lesz. Aha, van endurance, nice. Hú, te jó gyorsan fúz. Ez merre ment? Jó kérdés, tudom. What the hell? Oh my god, no way, yeah, yeah. Miért nem hal bele a full a stalkba? Nem értem. Hát villogott a piros ikon. Hát meg kellett volna halnod már a legelső ütésnél. És nem használt endurance-ot se semmit. Érdekes. Hova? Ugye ez nem a full stalkolás, aha. Jól van, most már értem. Nem baj. Most már tudjuk. Fejrúgra viszem, hogy jól álló generátor, az berobbanjon. Ezt igen csinálták, mert ez pirosan világított. Display object remote, nem? Thank you.
te most halsz. Tagampú. Nice. Hát én most nem értem ezt a stalkolásos dolgot, eddig akárkit stalkoltam, az egy ütés volt, most meg tök mit csak itt stalkolok és belütök, ez fixen nem hal meg. Megyünk a fehérhez. Milyen generátorok? Nagyon le akarják szedni az emberünket, ez nekünk tökéletes. Nem szándékoztam kempelni. De az óra mellett akarják leszedni. Akkor nehéz. Valamiért nem engedsz stalkolni. Állj meg! Most ha nem stalkoljuk, faszom, hát nem tudom. Na, most megengedte. Nem tudom, hogy működik ez a stalkolás dolog. Hol működik, hol nem. Érdekes. Hát itt már nagyon van pelet, úgyhogy... Ott a játékosunk. Hát ez meg hova tűnt? Most nagyon nem megy ez nekünk. Ha be tud menni a hash... Ki le hashbe, akkor... Hashbe... A f***. Úgyis együttés. Nem kell hozzá leizélnünk.
Micsoda? Az milyen gyorsan átcsúszott, haló? És még el is hílelte magát. Aha. De direkt nem mentem közel annyira a palethoz. You serious? Látjátok, hogy se egy hitelem, pedig fullon volt a stalkom. Érdekes. És ez már a második ilyen körös lesztalkolok valakit. Felvillan az a kis ikon is, és mégse. Egyébként itt arra azért kitérnék, hogy ennek a videónak tulajdonképpen az lett volna a célja, hogy elmenjek legalább Silverig, killerként ugyanis, hát Survivorként majdnem Iri 1 vagyok. Viszont az fontos tudni itt a videóban, hogy egyébként egy fullos csapat ellen játszottunk, azért voltak ennyire korrigáltak, úgyhogy ügyesen játszottak. Látjátok, ő se kapta telébe az egy hidet, pedig fura volt stalkolva. Ez pedig valószínűleg a másik kaput nyitja. Megijedt, és kiment inkább. Na jó van, srácok, lányok. Ez a videó ennyi lett volna, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, mindenképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, ha még nem tettétek meg, és ne felejtsétek el, a komment szekcióba le fogok rakni egy rejtvényt, ami egy adott gyilkosra utal, ha sikeresen eltaláljátok, arra a kommentre válaszba írjátok le a szerintetek melyik gyilkosra gondoltam, és hogyha eltaláljátok, akkor mindenképpen nyomni fogok rá egy szívecskét, illetve egy lájkot, és mindenképpen dobjatok egy lájkot és egy feliratkozást, és ne felejtsétek el, hogy a leírásra megtaláljátok a Discord szerverem, illetőlegesen a Twitch csatornámat is, ha nem akartok lemaradni az élőadásokról, a streamekről, akkor mindenképpen kövessetek be ott is. Sziasztok!